ugyanaz a mérkőzés lett, mint Paksó volt. Ismeri egymást a két csapat most már jobban. Ugye a gólokat azt előre meghatározni nem lehet, hogy sok vagy kevés gólos mérkőzés lesz. Például újságú kérésre fogadtam a Barca góljaira Londonba, úgyhogy tekintélyem oda veszett, nem is volt mondjuk, de az oda veszett. Ugye a Paks, Bécs-Paks meccsre annyi, hogy nekünk győzelmeket játszunk, nekünk ez létfontosabb a meccs, srácok motiváltam nagyon. Gólt biztos rugunk, hiszen nélkül nem nyerünk. Hogy mennyi lesz, ezt nem tudom, de bármilyen egyezik, amiben javunkra billen a mérlek. Ezt a mérkőzést meg kell nyernünk, olyan két mérkőzésen vagyunk túl, ami után nincs kifogás, nincsen semmi pardon, meg kell nyernünk felelősségünk teljes tudatában. A Paks nem feljövő csapat, hanem a Paks egy jó csapat volt mindig is. Én nekem megmondom, nagyon szimpatikus az a munka, ami ott folyik évek óta, a kultúrát közeg. Egy úgymond balhé nélküli társág, magyarok, ez nekem különösen vonzó. Nem jutom a jobb lenne a külföldiekkel, csak az arányokkal, sokszor meg a minőséggel, egy jobb, mint a magyar sokkal. Paks jó társág van, őnek az Európa Liga, mivel szűk keret volt nekik, az lefogta az évre őket az eredményességbe, utaztak sokat, ki is fogták a legközelebbi csapatokat általában, úgyhogy az nekik nem volt egyszerű. De azóta látszik, hogy jól szerepelnek, őket igazából lepopozni nem popozza le nagyon senki. A videótól mérkőzésen kiáltás mellett volt neki évre én az a sima merességük, egyébként masszív jó csapat, jó egyéniségekkel, de nem a hazai optimizmus meg a hazai protokoll mondatja velem. Én tartom magunkat legalább a jó csapat, mint a Paks. Persze vannak nekünk is sérültjeink és gondjaink, pláne ez a széria, ez a siófoki mérkőzés különösen rányomta a bélyegét a hétvégénkre, hét elejére, de a srácok adják még a tudásuk legjavát, ami kötelező, elvárható tőlük, és ahogy látom, fel is van a dobba, össze is fogtak a héten, akkor nekünk a Paksot le kell győznünk. Nincs mese, nincs kifogás, győznünk ellenünk. Abból kell összerakni a csapatot, amink van. Olivier kiesett az érvágás csapatnak. Markovics, ha nem sérül meg, akkor is kimaradt volna most egy pár hétre a csapatból, ezt ő is tudja, ezt lekommunikáltam vele. Nem a sérülés maradt ki a csapatból. Ő nagyon nagy hibákat követett el most sorozatosan már a mérkőzéseken. Pókoronkonak hát újra megsérült, de ugyanez igaz rá, mint a Markovicsra. Az edzés munkája nem arányos a mérkőzésen mutatott teljesítményével. Ötre sokkal többet várunk. A tulajdonos úr nem azért fizetett érte nagyon sok pénzt, hogy ilyen produktumot nyújtson, hanem azért kapott ilyen kiemelt bért, meg kiemelt szereplési csapaton belül, hogy a mérkőzéseket nem az ő nyerje meg, de a győzelemben nagyon aktívan vegyen részt. Ez nem történt meg. A többiek pedig úgy gondolom, hogy nagy elánnal fognak beszélni a mérkőzésbe. Mindenki eltökélt arra, hogy itt nyerni kell. Alapvető dolog, hogy egyezek, tudjam segíteni a csapatot. Ezt nem kell elvárni, mert én ezt el is kell várjam magamtól ezeket a dolgokat. A közönség most már nagyon éhes egy hazai győzelemre. Szerintem mi is éhesek vagyunk egy győzelemre. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy kiszolgáljuk a közönséget. Te személy szerint hogyan érzed magad, mennyire érzed magad formában, hiszen hetek óta megkapod ugye a bizalmat a mestertől? Hála Istennek jól érzem magam, tényleg, hogy játszok most folyamatosan, meg nem rossz a teljesítményem, de tényleg kellene egy gól, amit nagyon hiányolok magamtól. Mindenképpen a szélét akarjuk játszatni, vagy hát szélén akarjuk megbontani az ellenfelet. Szerintem Újpesten is azért ott voltunk, passzolgattunk, csak valahogy nem jöttek ki a szélső játékosunk, vagyis nekünk a beadások, vagy az egy-egyek. Hát mindig arra játszunk tényleg, hogy valahol megbontsuk az ellenfelet. Szerintem a széle a legkönnyebb. Erre fogunk játszani most is azért. Remélem, hogy nem remegő lábakkal fognak pályára lépni a srácok a Siófok elleni mérkőzés után. Hogy jelent, hogy ez már feledésbe merült ez a történet, és előre néztek? Én nem a mérkőzést izgulok, hanem néha attól, hogy ők is dolgozzák ezt föl, és nyújtsák a maximumot. Ez nagyon nagy baj Magyarországon, hogy az egész közeg kicsit negatív és kicsit kritikus. Sajnos a magyar játékos is pszichésen gyengébb által, mint a külföldi, nem a tudásra. Ezt bátran merem mondani, hogy egy magyar játékos technikai taktikai tudása nem gyengébb annyival, mint egy nyugati sztárjátékosé. Adott a kérdés, hogy jó pszichológus volt-e a héten? Reméljük igen, majd meglátjuk a mérkőzésen.
azt látom rajtuk, hogy valahol most összefogtak tényleg, és átbeszélték is a történteket. Ez nagyon kellemetlen, nagyon-nagyon kínos vereség volt. Az a végjáték az nagyon rossz jött ki. Ezt nagyon nehéz feldolgozni nekem is. Nem azért, mert nem tudunk sportnál veszíteni, bár utálok, meg szerintem minden játékos utál veszíteni, hanem úgy, hogy igazából a 88 percig uraltuk a mérkőzést, az ellenfél edzőjének az első mondat az volt, nagyon sajnál, meg ekkora szerencséjük volt, azt mindent elárul a mérkőzésről, a Silfotnak azon nem volt igazából semmilyen játéka, a gyenge pontjaikat nagyon jól fölmértük és kiöltük a játékukat. A végén volt az sajnos a cserék miatt, hogy kértük azt, hogy a tartsa távol a kapunktól, és kiebb védekezzünk, hogy pont egy szómni, meg egy sima ne kerüljünk közül a kapunkhoz, inkább távol tartsuk a labdával, és ebben nem voltak az új cserék annyira partnerek, ezt nem vették föl. A játék ritmusát nem érezték át, mikor beálltak, ezt elszúrtuk. Ez mai napig fáj, de ez akkor lesz ennyibe ez a fájdalom, hogyha a Paksot megverjük.